Szabó Zoltán szakmáját tekintve villanyszerelő, mára azonban 3000 Leander tulajdonosa. A kert, a növények szeretete családi vonás náluk, édesapja évtizedekig művelt zárt kertet. Szabó Zoltánnak felnőttként a horgászat lett a mindene, aztán elkezdte gyűjteni a kaktuszt, amikor aztán egy kisebb baleset érte, felszámolta az állományát. Villanyszerelő vagyok, de valami úton módon a természet szeretetem az megvolt mindig. Tényleg horgáztam, mindig mondtam, hogy akármi történjen, horgászatról nem mondok le, de sajnos ez a leanderek valahogy ezt az időt felemésztik, és most már horgászatra nincs idő. Aztán volt egy álmatlan éjszakája 2017. december 3-án, és az interneten észrevette, hogy a leander milyen sokféle lehet. 3 évvel ezelőtt volt egy álmatlan éjszakám, és véletlenül rátaláltam, hogy a leandereknek hányféle változata van, hányféle színárnyalat, pillaformázat, és akkor tulajdonképpen ekkor valahogy így egyszerre beütlött az, hogy én ezt szeretném csinálni, szeretnék maradandót alkotni, szeretnék saját fajtát előállítani, elnevezni tényleg gyerekeimről, minden kedves ismerősömről, és ezzel szeretnék a jövőnek egy maradandót alkotni. Vett Székesfehérváron 2 leandert, aztán a fiával még 7-et. Ezzel a 9 darabbal indult, megnézte, hogy lehet kikeltetni. Egy magtokot elültetett, felnevelt, abból lett 41 néhány magonc. Szeretem a kihívásokat, és pontosan ezért vagyok úgy, hogy én a magoncozással foglalkozok, hogy mindenképpen az elvetett magból a méhecskék beporzása alapján bármi lehet, de azért oda kell figyelni, hogy milyen anyanövényről származnak a magok. Mert igenis az anyanövény örökít. Ott kezdődött, amikor valami már látszódott, hogy az egyiken nőtt egy magtok. Azt se tudtam, hogy mi az, utána néztem el a Google barátom, és akkor abból a vetésből lett 40 pár darab magonc. És utána kezdtem el belemélyülni ebbe a dologba, hogy hogy is zajlik ez, hogy lehet ezt jól csinálni, és akkor az ország legnagyobbjaitól beszereztem azokat a magokat, amit én úgy gondoltam, hogy érdemes próbálkozni. Az ország legnagyobb leandereseitől 2018-ban beszerzett különleges magokat, és azt elvetette. Mára a fehér mellett a rózsaszín 1000 árnyalata van, a ciklámentől a sötét bordóig, a sárga összes színváltozata. Mindenképpen azt kell mondani, hogy a rózsaszín az eredeti színváltozat, a rózsaszín 1000 árnyalata, azon kívül tényleg a fehér, a bordó, a piros, mert igenis van zászlópiros, tűzpiros, van 6 féle lilám, ami egy nemzetközi Barcelonának a gyermekei mind, és minden leander tűzinapon van. Egyet nem hurcolászok, egyet nem karózok, nem kötözök. Tömören én azt mondom, dolgozom mind gyökérre, és mutassa meg, hogy mit tud. Nemzetközi viszonylatban is jegyzik már némelyiket. Az egykori 20 négyzetméteren nevelt kis magoncokból már a 3000 darab leandere van. Reggel öntözéssel kezd, majd dokumentál. Már nevezett el a család tagjairól virágot. A szokásos lila, fehér, sárga mellett bordó, de tűzpiros is van a kertjében. Hát a kék az genetikailag biztos, hogy nem lesz leanderek között, de nagyon szeretnék még sötétebb bordókat, mert rengeteg sötét bordó van, de mindig ott van, hogy még lehet, de ezt csak úgy lehet megoldani, hogy fél árnyékba vagy árnyékba tenni, hogy a nap feléig süsse a nap. Szóval így, hogy tűzi napon van, én tudom, hogy mit tud az a növény, de nem tudja visszaadni, mert amint kinyitja a szirmait, az a bordó szín egyből megég, és már kikezd fakulni. A hobbija nem olcsó, hiszen a 3000 darab cserép, a speciális föld, a tápoldat is pénzbe került. Segítsége tavasszal a kiültetésnél van, télen 2 lakásban van az állománya. Ez 6 teherautó, minden ősszel beteleltetni, tavasszal kiteleltetni, és rengeteg segítő kézre van szükség, és ha már ők meghallják, hogy a leander, már majdnem azt, hogy menekülnek, de segítenek le a kalappal előtt. A leander is olyan, mint a kávé vagy a szerencsejáték szenvedélyé válik, ahogy az ember elkezdi gyűjteni, utána mindig akar hozzá újabbakat. Azt mondják, ha elveti az ember a leander magot, az 3 évre virágzik. Neki fél év után a vetéstől már 30-50 virágzott. Ez igazi ritkaság a szakmában is. A virágait nomád tartásban tartja, nem metszik a rózza őket. Külföldről hozzák be a rengeteg kis apró növényt, hormonnal megvan teljesen doppingolva. Nagyon szép, de
az addig. Utána visszaesnek. Én úgy vagyok vele, hogy az igazán ez a nomád tartás, ami itt van, ez bemutatja, hogy mit tud a növény. Az ismerősei, rokonai már megszokták, hogy a leanderek jelentik Szabó Zoltán számára kikapcsolódást. Gyermekei, ha hazajönnek, megcsodálják az állományát, de ők nem akarják folytatni. Természetesen hazajönnek, kijönnek, fotózkodnak, tényleg szeretnek benne lenni, és nagyon szeretik ezt a színkavalkádot. Most a nyaralás háttérbe szorul, maximum hosszú hétvégére utazik el párjával Szabó Zoltán, aki a jövő évi karcagi birkafőző fesztivál keretében szeretné bemutatni csodaszép virágait.